Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Bocsánat, a Kultúrfaló című beszélgetés sorozat májusi estjén megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Cegléti Zoltán politikai elemzőt. Politikai elemzőt, humoristát, az Olasz Tészták akadémiai szintű ismerőjét. Ez külön pikáns, ma este itt a Laguna étterem és sushi moriban. Fogunk az olasz tésztákról is beszélgetni. Tünde rátapintott a lényegre, hogy azt biztosan megkérdezem, hogy hogy lett a valami hús egy olasz konyha rajongótól. Ha megengedik, akkor leülök és ülve fogunk beszélgetni. Az est szerkezete a szokásos lesz, 40-45 percet ketten beszélgetünk itt a pódiumon. Utána egy közös vacsora következik. Ugye az a hagyomány nálunk, hogy a séf megpróbálja becsempészni a vendég kedvenc fogását is. A menüve, ez lesz az a valami hús. Majd a beszélgetés második etapjában az Önök kérdéseit fogom feltenni a vendégünknek, és ha megengedik, akkor leülök, és így beszélgetünk. A nézők azt már tudják, hogy ez mindig életút beszélgetés van ebben az első etapban, és azt a nézők már tudják, hogy, a legelső kérdés viszont nem arra szokott vonatkozni, hogy a gyerekkorban, hanem mindig kérdezek valami vadat. Úgyhogy most a TV2 Tények este 7-kor című műsorába utazunk el, és mondjuk ebből a pozícióból teszem fel az első kérdést, hogy igaz-e az a hír, hogy te a Slobodan Milosevic fiának egy ügyfele voltál? A szerb diktátor fia ügyfele? Igen, ez bizonyos szempontból igaz, és még rosszabb a helyzet, mert hogy nem egyszerű ügyfél voltam, hanem úgy tetszik, akkor oldazda. Ugye, én tompai vagyok eredetileg. Ez egy kis település a szerb határnál, és nálunk, mióta világ a világ, de legalábbis mióta Trianon, tehát ott van a határ, azóta a falu, illetve most már a város, az jelentős részben abból él, hogy a határon van. És ennek mindig megvoltak a maga velejárói. Én is dolgoztam például az egyik határmenti boltban valutapénztárosként, egyetemista koromban, a jogi egyetem mellett. De nem csak ilyen, hogy mondjam, szép és bejelentett munkáim vagy pénzkereseti lehetőségeim voltak, hanem az általad említett Milosevic fiának a tulajdonában voltak, vagy érdekeltségében, mondjuk inkább így, a két határ között lévő duty free shopok, ezek a vámmentes boltok, ahol lehetett vásárolni leginkább cigarettát, alkoholt, meg nem tudom, édességet, amivel utána lehetett Magyarországon keresni, mert ott lényegesen olcsóbb volt mondjuk a cigaretta, meg a viszki, úgyhogy akkor, tehát ez a 90-es évek, a falu mindig fölkerekedett, legalábbis egy jelentős része, mert volt ez az egy főre engedélyezett, turistaként engedélyezett mennyiség, hogy akkor két karton cigaretta, meg nem tudom mennyi alkohol mehet, és akkor középiskolásként, utána én Baján voltam gimnazista, és akkor Bajára mindig vittem a Lucky Strike-ot, meg hasonló cigarettákat, és ott eladtam haszonnal, tehát ebből volt nekem zsebpénzem, így orgazdáskodtam, hogy tetszik az ifjabb Milosevicnek. A legjobban ezt elmondom, ezt nem tudom, van-e még ilyen cigaretta, nem értek hozzá. Nem vagyok már a bizniszben, az a John Player Special nevezetű cigaretta volt, az egy ilyen, egyébként borzasztóan rossz, aki szívott ilyet, azt mondja, nagyon rossz cigaretta, viszont tök jól néz ki, ilyen fekete doboz, ilyen aranyszínű dombornyomot, cuccok vannak rajta, azt árultam úgy, hogy nézd, milyen jól néz ki. És a legfifikásabb ügyfeleim egyszer vettek tőlem, aztán mindig föltöltötték helikorral. Különben egy ismerősöm mesélte, aki a Szeged és Szabadka között évtizedekig közlekedő sinobuszon csempészett, hasonló módon. Ott ugye nem csak táskákban csempésztek, hanem konkrétan annak az valami német ilyen háborús jóvátételként érkeztek azok a szerelmények Szabadkára, és akkor Szeged-Szabadka viszonylatban járt, hogy az ülések karfáját le lehetett csavarni, és ott belenyomták a cigarettát, és az volt a megegyezés, hogy minden kocsiban az elsőt feljött a vámos, kicsavarta, kiszedte, elvitte magának, és a többi akkor mehetett. Ez, hogy a határ mentén nőttél fel, ez szinte mindig jelent egyfajta ilyen multikultiságot, ilyen kulturális beszűrődést. De a 90-es évek elején ez a Jugoszlávia, később Kisszerbia felé tulajdonképpen egy ilyen civilizációs határ is volt. Ezzel kapcsolatban vannak élményeid? Vagy az ott egy más világ volt?
ez oda-vissza is igaz. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a rendszerváltást megelőzően ugye tőlünk úgy jártunk Szabadkára, mint a nyugatra mennénk. Hát ott volt farmer, ott volt egy sokkal élhetőbb élet, egy beállt, modern, és emlékszem, amikor rácsodálkozok a szabadkai rokonok előszobájában a telefonra, hogy az milyen fal, vonalas telefonról beszélünk, az milyen fantasztikus dolog, ugye náluk mire lett a faluban vonalas telefon, addigra már egy év múlva lett, apám megvett az első mobiltelefonját is. És ugye volt ez a különbség, aztán amikor kitört a háború, illetve a polgárháború, akkor meg ugye a fordítottja volt szörnyű, hogy azt látni, hogy tőlünk nem messze összeomlik valami olyan civilizáció, ami azt megelőzően, hogy mondjam, ilyen vágyott világ volt számunkra. És igen, nálunk ez keveredett. Ugye a Ceglédi az egy magyarosított név, Czönkovicsról, amit édesapám magyarosított, még nem ért. És ugye hogy az én apai felmenőimnek az anyanyelve az nem is magyar volt, hanem bunyavác. Tehát, hogy a Czönkovicsok, Gyukicsok, Vukovicsok, azok mind egyébként az akkori Magyarországon, meg a mostani Vajdaságban élő, de alapvetően bunyavácok voltak. Úgyhogy nálunk emiatt is van keveredés, mondjuk a konyhában, tehát hogy ami ételek nálunk készülnek, azoknak egy jelentős része olyan, amit anyukám, aki egyébként kun, tanult az apai nagymamától, ami meg ugye rendes bunyavác ételeket csinált, meg hát ugye a kifejezése. Nagyon sok mindent topán, ez jellemző, hogy csomó mindent azt mi is úgy mondunk, vagy mondtunk, ahogy az egyébként Vajdaságban szokás. Már amikor ott dolgoztam boltban, akkor egyszerűbb volt a kiskeszárt kérni, mint a szatyrot, meg a szelotépet, és nem pedig a ragasztószalagot. Tehát, hogy van ez a része is. És nagyon érdekes egyébként, mert pont ezért, és nem tudom, hogy a keleti határrészen mi a helyzet, de pont ezért nálunk nincsenek ilyen hülye, nem is tudom, ilyen képre, túlrajzolt képregényes módon heroizálva, vagy miszticizálva a határon túli magyarok. Mert ők azok, tehát nekünk ők a Mirko, meg a... Tehát, hogy nem az van, amit a fővárost távoli, hogy mondjam, ilyen legendái szoktak akár a székely fafaragó mesterről, gondolom, az sem igaz, ismerek erdélyi fiatalokat, és nem a bujlibicskát veszik elő, hanem az iPhone-t. És ugyanez a helyzet a Vajdasággal is. Tehát, hogy ez például szerintem egy fontos élmény az embernek. És amit említettél a csempészet ügyben, én ugye vonat nincsen autóm, vonattal járok haza a szüleimhez, ez az Avala nemzetközi gyors. És visszafelé gyakran megcsinálom azt, hogy inkább elmegyek Szegedre busszal, és onnan jövök vissza, mert hogy mióta ugye ilyen migráns kutatás van, azóta Kelebiánál mindig 40-50 percet vár ez a nyomorult vonat, mert ugye ott most viszont benéznek a legutolsó hamutartóba is, hogy hát a migráns csík van benne, vagy valami, mert ugye kell a statisztikát csinálni, és ezért szörnyű látni. Ez én volt osztálytársaim, akik ugye most ugye rendőrök, korábbi határőrök, akik ezt így kutatják, és hát ők is tudják, hogy ez mire megy ki. Másik ugye, hogy mióta ez a Belgrád-Budapest vasútvonal terve fölmerült, azóta egy fillért nem költenek erre, mondani, hogy majd az lesz. Ezért egyre lassabban, egyre vacakabban, egyre idétlenebbül megyünk. Úgyhogy ezért szoktam inkább ezt csinálni. Általános iskolás korodban sok konfliktusod volt a környezetedben? Megmondom, hogy miért kérdezem, mert Zoltán nagyon aktív a Facebookon, és ő tipikusan egy ilyen felétterugdosós ember a Facebookon, hogy belevelel, és ez mindig az elemzői értékelői pozíciójából következik. Ez meg volt már gyerekkorodban, és benned, hogy így mindig analizáltad, meg értékelted a környezetet, mert az tudám konfliktusokhoz vezetni egy gyerekközösségben. Igen, ez a... Én azon kevés hülye közé tartozom, aki el szokta mondani, hogy ő liberális, és ezt nem írja körül. És én azt gondolom, hogy a liberalizmus egyébként az indokolt és legitim szabályok tiszteletéről szól, és a papírhatalom, meg a mindenféle indokolt fundamentum nélküli autoriter, nem tudom, felsőbb hatalom megkérdőjelezéséről szól. Tehát, hogy ami konfliktusaim nekem voltak, azok nem az osztálytársaimmal voltak, hanem mondjuk jellemzően a tanáraimmal. És az volt. Tehát, hogy az általános iskolában is, gimnáziumban is jelen volt, nyilván az egyetem ilyen szempontból egy másik sztori,
De igen, tehát az én magatartásom nem azért volt hármas, mert a szó hagyományos értelmével rosszalkottam, hanem azért, mert visszaszóltam, feleseltem, kérdeztem, volt olyan, hogy az általános iskolai osztályban az osztályt azt megszavaztattam, mert a tanár akart, egy osztályfőnökünk akart egy osztálykirándulást így, én meg ehelyett javasoltam, hogy menjünk el egy táborba úgy. És hát akkor nagyon sokat megtanultam a politika működéséről, ez nem sokkal a rendszerváltás után van, egy-két évvel, mert hogy azt el tudtam érni, hogy a tanár verziója ne valósuljon meg, ő viszont el tudta azt írni, hogy amit mi megszavaztunk, azt végül megfúrja, és soha többet nem menjünk egyáltalán osztálykirándulásra. Nem, tényleg az volt a sztori, mondta, hogy a gyerekek három nap Szegeden, és hogy tudom, hogy ez drága, zárójel szegedi illetőről beszélünk, tudom, hogy ez drága, de hogy mégiscsak, hogyha ezt az 500 forintot ki tudják fizetni a szüleitek, akkor jó lenne, és akkor mondja, tanárbácsi, az ifjúsági tábor, az 10 nap és 1000 forintba kerül. Tehát, hogy sokkal jobban megírni. Igaz, hogy nem Szegeden van, hanem a Balatonon, de hát miért nem megyünk inkább oda? És így az osztály is, hát ugye, ez hetedikben volt talán általános iskolában, és akkor így az osztály is azt mondta, hogy hát tulajdonképpen miért is, és akkor mondta az osztályfőnök, hogy jó, akkor szavazzunk, ki az, aki nem akar Szegedre jönni? És akkor mondta, hogy tanárbácsi, nem így kell erről szavazni, hanem hogy szavaztassuk meg külön Szegedet, meg külön a Balatont. És akkor megszavazták a Balatont, többen, mint Szegedet, aminek az lett az eredménye, hogy nem mentünk Szegedre, majd év végén közölt, hogy a Balatonra sem, és utána sehova sem. Úgyhogy ilyen konfliktusaim azok voltak, ahogy egyébként a gimnáziumban is hasonló módon, de mindig volt egy-két tanár, akivel meg nagyon jóba voltam, akire felnéztem, akiben azt éreztem, hogy őt érdemes, nem tudom, mentornak, példaképnek választani. Például Csaló Judit ilyen, ha tanárokról beszélek, őt mindig meg kell említenem, ő gimnáziumban volt magyar tanárom, és ő egy írónő egyébként, és egy fantasztikus ember, és aki ma vagyok, az jelentős részben neki köszönhető. Tulajdonképpen ez összekapcsolódik a következő kérdésemre. Azt tudom, hogy jogászként végeztél, most hogyha egy magyar tanár volt a példaképed és a mentorod, akkor az egy érvényes kérdés, hogy hogy lett ebből mégis a jogi kar. De hozzákapcsolom a másik kérdést is. Két évvel ezelőtt volt itt vendég is a Géczi János, kultúrantropológus professzor, és neki van egy eszéje az úgynevezett magára hagyott nemzedékről, vagy ő így nevezi, hogy a magára hagyott nemzedék, az pont a te generációd. Ugye az a nemzedék, amely még az államszocializmusban eszmélkedett, még éppen volt úttörő, még tanult oroszul, hogy ez a mi társadalmunk ezt a generációt és teljesen magára hagyta, azok a magatartásminták, azok a normák már nem érvényesek, és senki nem segített nekik, hogy majd az újban hogyan kellene. Tehát a kérdés egyik része, hogy hogy lett belőle a jogi kar, hogyha a magyar tanár volt a fő mentor. A másik pedig, hogy te érezted-e ezt a magadra hagyottságot? Igen, de szóval volt ennek szerintem, ennek a köztes állapotnak előnye is, meg talán van a mai napig is, de kétségül hátránya is. Ugye az én generációmat hívja úgy a mondjuk egy szakirodalom, hogy a Xenail, tehát hogy az X és a Millennial generáció közöttiek, akinek még analóg gyerekkora volt, de már digitális felnőtt kora. Ami azt jelenti, hogy ugye az én gyerekkorom az tényleg úgy nézett ki, hogy se internet, se mobiltelefon, se amit van evidensnek veszünk, tehát például a középiskolai években ott úgy nézett ki a dolog, én kollégista voltam Bajen. És akkor édesapám az elvitt autóval a buszmegállóhoz vasárnap délután, felszálltam a sárga buszra, 60 kilométert megtett 2 óra 10 perc alatt, borzalmas, és ugyanabban a buszmegállóban édesapám várt péntek délután, és csak bízhatott benne, hogy a buszon leszek, mert egyébként különösebb eszközöm nem lett volna arra, hogy erről meggyőzzem, hogy értesítsem, mert ugye mondom, még vonalas telefon se volt otthon, tehát maximum a munkahelyére tudtam volna betelefonálni a kollégium piros telefonjáról, maximum. És hogy ma már annyira nehéz elképzelni ezt, nekem is. Ugyanis az a másik fontos különbség, hogy felnőve viszont nekem ugyanúgy meg kellett tanulnom, meg kell a mai napig tanulnom a modern technika eszközeit használni, ahogy használja egy felolyan idős ember, mint én. Ugye én idén leszek 40. Ez azt jelenti, hogy egy 20 évesnek
annak sok szempontból már vannak olyan szkíjei, meg pozíciója, ami kihívást jelent felém, akár az említett Facebookon is, és elvárható tőlem, hogy én ugyanúgy tisztában legyek azzal, hogy a közösségi oldalaktól kezdve a legkülönbözőbb cuccok hogyan működnek. De azt is szoktam mondani, hogy ugyanakkor az az ember, aki látta a rendszert fölépülni, az szükségszerűen jobban fogja ismerni azt, mint aki csak megtanulja. Tehát nekem az egy nagyon fontos tudásbázis, hogy én emlékszem még például a 90-es évekre, amit én Magyarország a elmúlt évtizedeinek egyik legambiciózusabb időszakának tartok, és én nagyon örülök, hogy akkor voltam fiatal. Az a veszélyes szabadság, amiről a 90-es évek szólt, az nekem nagyon tetszik. Vagy tetszett nyilván akkor, amikor ez megtörtént. És rá szoktam csodálkozni, amikor fiatalokkal beszélgetek, az előbb említett fel olyan idősek, mint én, de nyilván még meg kell találnom a hangot ezzel a korosztályjal is. Együtt szoktak minket lenyikhajozni azok az idősek, akik kikérik magukat, hogy bármit mondjak. És ugye ezeknek az embereknek elmesélni, ezeknek a fiataloknak, hogy a magyar hírlap például milyen napilap volt azt megelőzően, mint amilyen most lett. Nincs már élményük, emlékük róla. És egy csomó ilyet tudok mondani példaként, hogy az milyen volt, hogyan jó. És szerintem, ha meg akarjuk érteni a körülöttünk lévő világot, akkor ezek fontos információk, ahogy fontossá lesz az is, amit a fölöttem lévő generáció tud a szocializmusról, a rendszerváltás környékéről. Nekem vannak emlékeim, de az, aki fiatal felnőtt volt a 80-as években, az meg azt tudja, hogy milyen volt, amikor a rendszer már nem volt sem elég erős, sem elég határozott ahhoz, hogy visszafogjon bizonyos folyamatokat, hogyan korhadt és romlott el az egész. Szerintem ez egy tipikus folyamat, ami megtörténhet adott esetben Magyarországon megint. Mi volt a másik kérdés? A másik kérdés, de jó is, hogy nem azonnal választottam, mert ki is egészít. A másik kérdés, hogy lett a jogi kar, miközben a magyar talán, de hogy értsék a nézők is, ugye ma, hogyha valaki jogi kar megy, ha csak nem konkrétan ügyvéd akar lenni, ezt ilyen karrierszaknak tekintik, az összes politikai párt, főleg a Fidesz mögötti, ez a káderképző intézet, az a jogi kar irányítja az embereit, és akkor aki politikus az jogi karon végez, vagy be akar ebbe a szisztémába épülni. Szóval hogy lett a jogi kar, miközben a magyar tanárod volt a példakép? Félreértésből. Hát én... Tudom, nem tudom hányan vannak, akik egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy jogi egyetemre járnak, én is azért oda jelentkeztem, szó se róla. De én azt gondoltam, és ebben például a hátrány volt az, hogy nekem egy falusi és a, hogy mondjam, például az ilyen felsőbb értelmiségi rétegek, ez el nem érő szocializáció volt. Nem voltak ügyvédismerősei a családnak, nem jártunk olyan társaságban, ilyen voltak olyan élményeink, hogy én azt tudjam, hogy ez mit jelent, vagy mit jelentett akkor Magyarországon jogásznak lenni. Én 6 éves korom óta kifejezetten ügyvéd akartam lenni. Én azt gondoltam, hogy nekem az a pályám, amit az ügyvédi hivatással elképzeltem. És akkor bekerültem, mikor fölvettek a jogi egyetemre, akkor 6 nap után derült ki számomra, hogy nem akarok ügyvéd, illetve jogász lenni. Az első tárgyalás látogatás az nekem szörnyű élmény volt. Bementünk a bíróságra, pont az utolsó tárgyalása volt egy szerintem büntetőügynek, mert igen, mert ügyész volt ott, és a perbeszédeket hallgattam. És ma már tudom persze, hogy Magyarországon a perbeszédnek az égvilágon semmi jelentősége nincsen, addigra már a bíró fejében is kialakult, hogy ő milyen ítéletet szeretne hozni, a felek képviselői már 6-szor elmondták, amit a perben el akartak, és ezt már csak letudják ilyen protokollárisan. Én azzal mentem oda, én azt hittem, hogy a perbeszéd az, ahogy mondjuk az Egyesült Államokban működik, vagy amit a Szép Birodalomban ezzel kapcsolatban lát az ember, az a koronája az eljárásnak, hogy akkor ott egymásnak feszülnek még utoljára, és elmondják a legfontosabb érveket, és próbálnak az érzelmekre hatni, és elmondják, hogy akkor igenis ezt úgy kell minősíteni. És ott volt egy ilyen nagyon szomorú ügyésznő, vagy lány, mondhatom, mert szerintem fiatalabb volt, mint most én, aki felolvasott valamit nagyon unottan, fáradtan, kisiskolásan, mint egy ilyen iskolai rendezvényen így a mappájából. Volt egy ügyvéd, egy ilyen
simliskétű, blazírt figura, akinek az égvilágon semmi bevonódása nem volt a sztoriba, lehet, hogy kirendelt, fogalma sincs, mondott három mondatot, és néztem, hogy ez lenne ez az a szakma, amire én török, amire megyek. Csak utána találkoztam ugye a klasszikus jogi tantárgyakkal, ott az volt a másik szörnyű jönni, mikor rájöttem, hogy engem nem hoz lázba mondjuk a polgári jog, hogy ez a szerződés az pontosan hogyan értelmezendő, meg akkor mi van a... Nem, tényleg ez a... Csak nagyon rossz példáim vannak arra, hogy mit gondolok a polgári jogból, egyedül az öröklési jog az, ami érdekelt. Azért, mert az öröklési jog, az ugye, ahonnan indulunk, az mindig egy a legmélyebb dráma, valaki meghalt, és van benne egy fantasztikus, szépirodalmi elem lényegében, hogy az elhunyt után maradt dolgokat elosztani. És ez olyan szép, az olyan belegondolós, az olyan tényleg, tehát mérlegre rakom egy ember életét, ami maradt belőle, és akik maradtak utána, hogy azok között, tehát az szép, de hát ez egy nagyon szomorú dolog lett volna, hogyha itt ráteszem magam az öröklési jogra, és folyamatosan azzal foglalkozok, hogy büntetőjog egy picit jobban érdekelt, de arra jutottam ott is egyébként, hogy nem ez az a pálya, amire nekem szükségem van, és akkor jogi egyetemen kezdtem el keresni lényegében, hogy oké, most már ezt el kell végezni, de hogy mi akarok lenni. És nem lett meg rögtön a politika tudomány. Másodében engem a pénzügyjog, a pénzügytan érdekelt nagyon, és azzal foglalkoztam. Harmadéven, akkor Maszonkai tanár úrnál felvettem az amerikai eljárásjogot, és végre azzal foglalkozhattam, csak ugye messziről, üveg mögül, ha úgy tetszik, ami igazán egyetlen erre a pályára vitt. Mert a laikus elem, bocsánat, egy picit hadszakmázok, a laikus elem az igazságszolgáltatásban, az szerintem nagyon érdekes fegyverzet egyenlőséget teremt. Ugye ma, hogyha valaki bemegy egy tárgyalóterembe, akkor ott mondjuk nézzük egy büntetőügyet, akkor ott az állam teljes fegyverzetben jelenik meg, mert az állam embere a bíró, az ügyész, a rendőr, aki nyomozott és vallomást tesz, és vele szemben ott van a szakértő is, vele szemben meg ott van a terhelt, és mondjuk annak az ügyvédje, meg akiket ők esetleg hoznak, de azért alapvetően van egy túlsúly, és dönteni is ugye a bíró, vagy a tanácsok. Amikor esküdtszék van, akkor teljesen megváltozik a helyzet, ugyanis arra mondjuk büntetőjében 12 emberre egy olyan feladatot testálok, hogy döntsen, hogy bűnös vagy ártatlan. Valahol ez az igazságszolgáltatás, a per magva egyébként erre a kérdésre keresünk a választ, a többi az már erre fűződik föl, bűnös vagy nem bűnös. És az a 12 ember, aki ott van, az nem egy ilyen futószalagos sztorinak a résztvevője, mint mondjuk egy klasszikus bíró, akinek naponta van ennyi ügye, hetente annyi, havonta annyi, és ezt csinálja 40 éven keresztül. Ő az esküt jó eséllyel életében egyszer fog dönteni, az lesz élete döntése. És az, hogy bűnös vagy ártatlan, az pedig az a leegyszerűsített kérdés, vagy bocsánat, bűnös vagy nem bűnös, amire tud választ adni. Aztán a minősítés, meg a kiszabott büntetés, az egy másik sztori. De ez szerintem hoz egy fegyverzet egyenlőséget ebbe a csatába. Ugye Magyarországon már nagyon régóta a büntető, vagy a bírósági eljárásnak a célja az nem, amit korábban volt a deklarációja, nem az anyagi objektív igazság kiderítése, hanem a fair eljáráshoz való jogbiztosítása. És szerintem jobban lehet biztosítani a tisztességes eljárást, hogyha nem kizárólag az állam megbízottjai vannak jelen, szemben a civillel. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a mai Magyarország mentális állapota borzalmas, és szerintem önök is megijednének, hogyha random 12 ember behoznánk az utcáról, hogy döntsenek az önök sorsáról. Tehát, hogy nem amellett károsodok, hogy holnap ez legyen, azt mondom el, hogy miért tetszett meg nekem az amerikai eljárások annyira, hogy akkor éppen abban voltam szerelmes, és aztán negyedéven egyetemen jött Varga Tamás tanár úr, aki az a nagyon klasszikus mentor figura. És arra emlékszem, politika tudomány első óra, valahol hátul idétlenkedtem a hátsó sorban, elkezdtem mondani, hogy merre az előre, meg miről fog ez az óra szólni, és azt tudom, hogy a következő előadástól mindig ott ültem a legelső padba. És így néztem, amit ő mond, és írtam, és fölvettem, most már el lehet mondani, biztos elévült, fölvettem az összes szemináriumot, amit már nem is lett volna szabad, be se írtuk az indexembe, mert hogy akkor azt éreztem, hogy most találtam valamit, hogy ez lesz az, és akkor szakkollégiumot alapítottunk, és
a szakdolgozatomat, mindent ennek rendeltem alá, akkor evidens volt, hogy ezzel akarok foglalkozni, mert megtaláltam, amiről azt hittem, hogy a jogban fogom megtalálni, megtaláltam azt az erőt, hogy mondjam ezt szépen, hogy a politika a legnagyobb, a legfontosabb erő, főleg Magyarországon, mindent legyőz. A gazdasági erőt is, a civil, a mindent. Az a 199 ember az országgyűlésben, aki törvényeket alkot, illetve azok, akiknek a nevében, megbízásából alkotják a törvényeket, azok döntik el, hogy mi legyen ma Magyarországon. És nem felülírható, amit ők döntenek, és a politika ezért érdekelt engem, hogy ez, ami végső soron eldönti, hogy mi történjen, ez az erő, ez hogyan működik, mi által motivált, mik a szabályai. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog. Csak egy példa ehhez, hogy mondjuk az Egyesült Államokban nem így van, mert ott a gazdasági, illetve a civil lobby is nagyon erős, de például a fegyvertartást azért nem tudják szigorítani, mert van az NRA, amely egy olyan erős, kvázi civil szervezet, lobby szervezet, ami képes arra, hogy megfúrja a legkülönbözőbb helyeken a jogalkotást, ami a fegyvertartásban minimális szűkítéseket hozna be, hogy mondjuk csak 7 golyó lehessen a tárban, a pisztolyban, és ne 15. De most ilyenekről beszélek, ezt is meg tudja fúrni. Nálunk sem olyan gazdasági vállalkozás, sem olyan civil szervezet vagy erő nincsen, ami a politikával szemben ilyen módon tudná érvényesíteni az akaratát. Az felmerült különben akár mondjuk az egyetem végén, hogy ezekkel a kérdésekkel, mondjuk akár a köztársasági intézményrendszerének a kérdéseivel, mondjuk, hogy alkotmányjogászként akár, de valamilyen jogi úton foglalkozz, ez volt alternatíva? Ez olyannyira volt alternatíva, hogy az előbb említett Varga Tamás, ő nagyon kardoskodott azért, meg dolgozott azon, hogy nekem egyetemi státuszom legyen, ott tudjak maradni a tanszéken, de talán nem csúnya dolog azt mondani, ma már nem bánom, hogy ez nem sikerült, mert én nagyon szívesen kutattam volna, és biztosan nagyon boldog is lettem volna azzal, hogy kutatom a politikai kultúrát, a politikai kommunikációt, azt, ami engem ma is érdekel a gyakorlatban, de valószínűleg nem egy két tanársegéddel megosztott udvarra néző egyetemi iroda lenne az a hely, ahol én lennék annyira boldog, mint amennyire szeretem csinálni azt, amit ma csinálok. Tehát, hogy fölmerült, és akkor nagyon örültem volna neki, ha ez összejön, de könnyen lehet, hogy ma akkor is azt csinálnám, amit csinálok, hogy az lett volna az ugródeszka. És amikor már láttad, hogy a társadalmi folyamatok, a politikai folyamatok elemzése lesz az a terület, amit téged érdekel, az megvolt benned, hogy pontosabban szerzőként képzelted el magad, egy valakiként, aki írott szövegeket létrehoz, vagy beszélő fejként, aki a médiában csinálja ugyanezt? Hú, hát ez nálam időben oda-vissza változott. Szerintem minden 10 éves vagy kora 20 éves, aki politikával akar foglalkozni, az adott ponton azt gondolja, hogy persze az lenne a legjobb, hogyha ő mondaná el, sőt valósítaná meg azokat, amit a világról gondol. Szerencsére ez általában nem történik meg. És nálam is ez volt, hogy arra viszonylag hamar rájöttem, hogy a politikai szerepvállaláshoz valószínűleg nekem még most is kéne még pár év ahhoz, hogy egy kicsit csituljak, de az biztos, hogy 21-22 évesen teljesen alkalmatlan lettem volna arra, hogy emberekkel kulturáltan megbeszéljem azt, hogy ki mit gondol a világról. Tehát, hogy kilépni ilyen módon a fényre, és nagyon hamar beláttam, hogy mennyi mindent kell tanulni. Ugye, tehát, hogy amíg nem tudsz semmit a világról, addig van egy indokolatlanul magas szintű önbizalmad is, mert nem tudod, hogy mit nem tudsz. Ugye? És amit szembesülsz azzal, hogy mennyi mindent kéne megtanulni, akkor visszaveszed az arcokból is, mert hiszen akkor most először jussunk el valahova ebben a tudásban, hogy egyáltalán merjek előlépni. És nálam nagyon sokáig ez nem is volt betervezve, hogy én beszélő fej legyek, meg engem lássanak. Az tök véletlenül történt meg ezelőtt most már 9 évvel, hogy én tévében szerepeltem. Ugyanakkor a Republikon Intézetben voltam vezető tanácsadó már évek óta, és nem azzal vettek föl, és én nem azzal mentem oda, nem is volt ilyen szándékom, hogy én szerepeljek. Tehát, hogy én akkor már 2004-ben költöztem Budapestre, ez 2000
10, ez azt jelenti, hogy nekem volt 6 évem abban, hogy én abszolút ilyen háttérember vagyok, és valószínűleg ez így is maradt volna, hogyha véletlenül nem hívnak be a tévébe. És amikor háttér ember voltál benne az életrajzodban is, hogy az egyik politikai pártnak a csapatában dolgoztál, ott ugye, fölmerül az a kérdés, hogy ott tudtad-e az elemzői attitűdödet érvényre juttatni, amikor konkrétan meg kell ítélni. És ehhez tartozó kérdés, hogy felmerült-e az a dolog, hogy hát akkor ne elemezzünk, a politikát, hanem csináljuk. Tehát, hogy felmerült-e veled, hogy jó, te akinek írod a szöveget, figyelj, majd én csinálom, és akkor úgy jobb lesz. Tehát, volt ilyen kísértés, hogy... Szerintem minden szövegírónak van olyan élménye, hogy és ezt fölveszik, hogy szívem mondom, elcseszték a szövegemet. Csúnyábbat akartam mondani. Nem, ugye én 2004-ben egy sokadik emberként kerültem oda az SZDSZ sajtóosztályára, és ez egy nagyon jó iskola volt, ugye mondják, hogy a háborús évek azok triplán számítanak, és tényleg ez a helyzet. Tehát, hogyha te egy éles helyzetben tanulod meg a szakmát, az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb lépésekkel haladsz előre. És onnantól kezdve, hogy egészen pici kis híreket írok egy honlapra, meg sajtóközleményeket készítek, amit az országos sajtószolgálat közvetítésével lehozunk, eljutni odáig, hogy Kunce Gábor szövegeit írjam, az egy nagyon jó iskola volt, egy nagyon jó, hogy mondjam, fejlődési stáció, és szó sincs arról, hogy én akkor már valami, nem tudom, valami meglévő elemzői tudással végeztem volna. Ezt én alapvetően írni tudok, és az megvolt akkor is, mint skill. Az, hogy ma elemzőként tudok működni, az egy tapasztalat, egy összehordott tapasztalatnak az eredménye, amit említettem is, hogy láttam, olvastam, megismertem dolgokat. Tehát az arról szólt, az időszak, hogy én dolgozzak, tanuljak, tehát hogy gyarapodjak, és nem magamat reklámozzam. Ezért aztán, ha fölismerült az, hogy esetleg nem tudom, az ifjúsági szervezet elnökségébe induljak el tagként, nagyon hamar világos lett számomra, hogy nem ez, tehát nem magamat kell most itt promózni, hanem szépen ott ülni a sarokban a monitor előtt, és megírni a következő sajtótájékoztató szövegét, a következő kampányelemet, a következő terveket, mert hogy annak az az útja, módja. Ugye egy ilyen pozícióban, munkakörben világos, hogy az, amit létrehozol, az kinek szól, mondjuk, hogyha fölkészítesz egy politikusra egy nyilvános szereplésre, akkor az, amit te csinálsz, az annak a politikusnak szól. Viszonylag rövid ideig csináltad ezt, és utána a Republikon intézetnél viszont elemzőként, meg tanácsadóként működtél. Ott viszont nem egyértelmű számomra, hogy az, amit mondjuk akár egy ilyen intézetben, akár független elemzőként egy elemző csinál, az a te fejedben az kinek szól? Az a választóknak szól? Az elemzés? Vagy magának a politikának a csinálói számára szól? Szóval ki a célközönsége az ilyen anyagoknak? Ez attól függ egyébként, hogy milyen szerepet visz az adott intézet, az adott elemző. Nekem az volt a szerencsém, hogy én úgy voltam vezető tanácsadó a Republikon intézetben, hogy ez időszak alatt egyetlen politikussal sem találkoztam. Tehát, hogy én ebben nem is vagyok igazán jó. Én amióta függetlenként dolgozom, azóta is, hogyha egy politikus engem meghív egy kávéra, azt el szoktam jellemzően fogadni, és az ilyen kávézások 90%-át második kávé már nem követi. Az első kávézás alatt elhangzott dolgoknak köszönhetően. Szóval nem... Lehet, hogy lesz ma este egy-két ilyen én megmondtam típusú dolog, de azért megittam már annyi kávét típusokkal, hogy mondhassam, hogy tényleg, tehát tényleg, mikor Bajnai Gordonnal nem egy magam, tehát többen vagyunk, tanúk is vannak rá, és így mondja nekem, hogy nem kell pártot csinálni, hát meg lesz az összefogás, civil szervezet, és úgy elindulunk, és így próbálom mondani, hogy de hát a hatályos választási szabályok szerint csak párt indul, de nem, ezt majd megváltozik, nem változik meg. Szóval nem magamat frankózandó, csak szóval sokszor ennek nincsen folytatása ilyenkor, mert én nem azt a stratégiát... Mert nem akarják a Balatonra venni az osztálytalan. Én nem azt a stratégiát követem, hogy adott politikus körbe nyaljam és hazudjak neki, mert akkor komfortosabban érzi magát, mert ugyanakkor az eredmények nem azt fogják, vagy a következmények nem azt fogják alátámasztani. Szóval, hogy egy intézetben nagyon sokféle anyag és produktum készül, ezeknek többféle sorsa van, tehát hogy
szerintem az tök legitim egyébként, hogyha egy párt, ez ezt nem politikus, hanem pártok tudják ezt megfizetni, egy párt egy intézettől rendel egy szakértői anyagot, hiszen kitől rendeljenek. Szerintem, hogyha a kifelé, ez egy hosszabb folyamat, inkább máshol nem kezdem. Az, hogy én egyetlen elemző lehettem a nyilvánosságban, úgyhogy nem egy egyetemi katedráról léptem át a tévébe, az annak köszönhető, hogy a nyilvánosság előtt vitt elemzői tevékenység az egyre inkább produkciószerű lett. Tehát paradox módon az, amit a tévében csinálunk, én egyre kevesebbet, mert szerintem nem ez a jövő, de amit a tévében csinálunk, az egyre inkább kezdett hasonlítani jó 10 évvel ezelőtt arra, amit én a jogi egyetemen kerestem. Emlékeznek, amit a perbeszédről mondtam, ugye? Azt igazából az elemzők csinálják ma a tévében. Az történik, hogy akkor adott ügyben érvelnek, hogy mi lehet annak a minősítése, az érzelmekre adnak, megpróbálják meggyőzni azt az esküdszéket, ami a tévénézőkből áll. És miután úgy döntöttek politológus kollégák, hogy ők nem a tudomány szent embereként léteznek a stúdióban, mert akkor én nem kerülhettem volna be, mert tehát egyetemi emberből, politológusból vannak sokkal, hogy mondjam, mélyebb tudásúak, mint én. Hanem amikor az lett a feladat, hogy meggyőzzék a nézőt, akkor addig-addig tágultak a határok, amíg egyszer csak én is befértem oda. Hiszen abban, elnézést akkor mondok egy nagyképűt, abban nekem van tehetségem, hogy úgy beszéljek, úgy közöljek dolgokat, hogy az emberek rám figyeljenek, ezt észrevették a szerkesztők is, és egyfajta közönség is. Ma, amikor már én 2015-ben jöttem el a Republikon Intézettől, és azóta szabadúszó vagyok, ma én nekem kifejezetten kifelé van a tevékenységem, nekem az egy nagyon fontos döntésem volt, amikor eljöttem az előző munkájáról, 7 évig dolgoztam, és csak jót kaptam tőlük egyébként, csak váltani akartam, hogy összehúzzam a tevékenységeimet egy kupacba és a saját nevem alá. Tehát nem, ne az legyen, hogy van egy ilyen sapkám, egy olyan sapkám, most ez az anyagom, ez erre fog elmenni, az úgy hasznosul, azt meg amúgy, hanem minden, amit én mondok és csinálok, az én legyek, mert hogy ilyen szempontból saját magam terméke vagyok. Úgyhogy ma tényleg az a helyzet, ez az záró gondolatom ehhez, ma tényleg az a helyzet, hogy az általam végzett munka, a túlnyomó többsége, az látható is bárki által megismerhető, mert te is mondtad, kirakom a Facebookra, meg egyéb helyekre. Azt jutott eszembe, miközben most beszéltél, hogy több nagyon aktív politikai elemző is működik Magyarországon, önálló politikai elemző, emellett több társadalomkutató intézet vagy politikatudományi intézet is működik, például az említett Republika, vagy a Political Capital, több is van. Tehát, hogy létrejönnek olyan felismerések, tudás az aktuál politika makro szerkezetéről, amelyek segíthetnék a mai ellenzéki politikusokat abban, hogy hogyan csinálják a dolgokat hatékonyabban. Tehát úgy tűnik, így laikusként, hogy ez a tudás, a felismerések, ezek nem nagyon jutnak át. Ennek van erről valami gondolatod? Vagy találkoztál ezzel valahol? Hogy ez miért lehet? Hogyha itt van a csomó okos, felkészült ember, tudják, hogy itt mik a makroszabályszerűségei ennek a mozgásnak. Az ellenzéki politikai közösség megláthatóan mégse tudja, mert hogy eredménye biztos, hogy nincs. Én azt látom, hogy az ellenzéki oldalon a pártok és a politikusok jelentős része az nem tudást, hanem komfortot akar vásárolni magának. Ami azt jelenti, hogy szívesebben fizet azért, hogy őt megdicsérjék a tévében, még akkor is, hogyha józan észre belegondolva, ez kizárólag a magszavazókhoz jut el, és azokat győzködi, akiket nem feltétlenül kell már. Szívesebben fizet azért, hogyha kap egy olyan anyagot, vagy egy olyan javaslatcsomagot, amiben az ő vélt jó tulajdonságait kidomborítják, mint hogyha szembesítenék egy feladatcsomaggal, amit végre kell hajtani az általad említett módon, hogy eredményt érjenek el. Ugyanez a morál kérdése. Az én távolságomat a politikától alapvetően az is meghatározza, hogy ma Magyarországon vannak nagyon kifizetődő politikusi pozíciók, ellenzéki oldalon is,
amelyek előfeltétele az, hogy az ember ne legyen tisztességes. És akkor hosszan tudnám sorolni a különböző parkolási megoldásoktól kezdve az eszközöket arra, hogy ez megtörténjen. Ebben a világban, ahol van egy ilyen módon beállt status quo, tehát hogy ne javaslatot tegyél, hanem hódolatot felém, és ne a valódi változtatás igényével kecsegtető programot tegyél elém, hanem a békés együttélést és a békés együttlopás forgatókönyvét, ott szerintem kevésbé tudnak használni olyan, vagy nem akarnak használni olyan tudást, amit az általad említettek egyébként föl tudnának hozni. Tehát Krekó Péter vagy Tóth Csaba egyébként olyan politológusok, akiktől egy csomó mindent meg lehetne tényleg tanulni, de a mi ellenzékünk is jellemzően úgy működik, hogy nem feltétlenül ezzel akarja magát szembesíteni. Aztán ez persze egy idő után egyfajta szelekciót is eredményez. Először a politika környékéről tűnik el az intellektus, nagyon közhelyes leszek a szürke állomány. Aztán a politika is átalakul ennek mentén, ugye most nem akarom visszatekerni ezt a témát, az elmúlt időszakban volt ez az egészen méltatlan patkánybotrány, ami szerintem, ha túllépek a mindenféle tartalmi, meg szervezeti összefüggésen, egy nagyon komoly válságtünet jelesül, hogy sem a politika környékén, sem a politikában ott és akkor nem volt olyan szereplő, aki nem hogy megállította volna ezt a folyamatot, hanem eleve olyan tartalommal szolgált volna, hogy ne is legyen helye ennek az egész botránynak, meg vitának. Úgyhogy szerintem lehetne, kellene is tanulni, és nem csak az általad említettektől. Tehát az, hogy egy ilyen globális falu most már a világ, hogy még egy ilyen köszönjet ide dobjak az asztal közepére, az azt jelenti, hogy bárki, akinek van egy normális angol nyelvtudása, meg rálátása minimálisan a világra, az két hetet YouTube-ozik, meg letölt 10 e-könyvet, és többet fog tudni a politika csinálás művészetéről, mint amivel ma egyébként komplet kampányokat írnak egyes pártoknak. Említetted, hogy 2015-ig dolgoztál a Republikon Intézetben, gondolom ez egy ilyen decenes munkakör volt, például volt íróasztalod, meg ott bent a Republikonnál, azóta viszont nincs, hanem így neonomártként. Ez milyen volt ezt megélni, ezt a váltást, hogy vagy te neked nem hiányzott utána, hogy van egy helyem, hogy ott az irodám, ott az íróasztalom, mert hogy ezt tudjuk volt, hogy kávéházakban dolgozom azóta. Ugye ez a neonomád életforma, ez azt jelenti, hogy az iroda az valójában a hátizsákban van. Igen, most nem hoztam el magammal de a hátizsákomat, de alapvetően tényleg az az irodám. És hosszú ideig tartott kidolgoznom, hogy megkeresnem, hogy melyik az a hátizsák, most már olyan hátizsákon van, amiről tudom, hogy abban a 40 literes hátizsákban pontosan mi fér el, hogy olyan hátsó cipzárja van, hogy a villamoson sem tudják kilopni a laptopot belőle, mert úgy feszül rá, hogy olyan kábel legyen, olyan töltő, olyan oldal háló a víznek, hogy azzal elindulhassak reggel, és ha csak este megyek, az akkor is rendben legyen. Ugye a Republikonban én 7 éven keresztül ültem ugyanabban a székben, ugyanannál az asztalnál. Ami az állandóság mellett egy idő után azt a kérdést is felvetette számomra, hogy meddig tudom én ezt még úgy csinálni, hogy inspiráló legyen. Aztán mikor azt mondta, hogy most próbáljunk valami mást, akkor tényleg volt némi riadalom az első két hónapban, akkor azon kaptam magam, vannak ezek a nagyon klisés amerikai vígjátékok, ott a csávó nem felmond, hanem kirúgják, és akkor szoktuk látni, kirúgták a fickót, hazamegy, akkor még öltő, nyakkendő, lerogy a kanapéra, ja, drágám, kirúgtak, vágás, kiírják, hogy 2 hónap múlva, ugyanaz a csávó, ilyen mustárfoltos trikóban ott terpeszkedik a kanapén, mellette ilyen üres pizzás dobozok, nézi a tévét. És ez velem is megtörtént, pedig én mondtam föl. Tehát, hogy én eljöttem a Republikonból, és akkor hazamentem, és az, hogy másnap nem kellett bemenni, meg harmadnap nem kellett bemenni, az azzal járt, hogy akkor harmadnap nem kellett, nem tudom, nadrágot se húzni, mert úgyis otthon vagyok. És hát így belepunnyadtam pár hétre ebbe, meg is ijedtem egy picit, hogy akkor most oké, azt mondtam, hogy mennyire unalmas ott ülni az irodában, de most meg itthon ülök, és nem kezdődnek el a napjaim. És nagyon kelet-európai lesz, amit mondok, de egy gangfelújítás mentette meg
a karrieremet, mert hogy az történt, hogy a körfolyosos gangos házban laktunk az akkori barátnőmmel, és mondták, hogy föl kell újítani a gangot, ami azt jelentett, hogy ilyen időablakok voltak, hogy vagy elmész otthonról reggel 9-ig, vagy akkor nem tudsz kimenni, mert akkor éppen ott fúrnak, faranak, kopácsolnak, nem tudom, késő délutánig. Szóval nekem reggelente el kellett indulnom abból a lakásból, mert azért találkozói dolgok együtt voltak, és akkor szépen elkezdtem megtanulni, és ma már mondhatom, hogy professzionálisan használom a budapesti franchise és egyéb kávézókat arra, hogy dolgozzak. Tehát most már pontosan tudom, bemegyek egy ilyen helyre, akkor az első, amit fölmérek, mint egy ilyen jó kiképzett James Bond, például, hogy hol vannak konnektorok. Mert ugye tölteni kell majd a laptopot, és akkor nézem, hogy hol vannak. Tudom, hogy ehhez az asztalhoz nem szabad ülni, mert túl magas, ezen nem lehet gépelni. Hosszabb távon ez a fotel sem jó arra, mert hiába veszem az ölembe, nem fér el a könyököm. Tudom azt, hogy Budapesten az Oktogonnál az a franchise kávézó, ahol a jobb alsó sarokban nem ér el a wifi, ez azért nem jó. Tudom azt, hogy hol kell venni kortót, mert éppen akciós, hogy hol nem kell kérni ízesítést a cappuccinóba, mert egyébként a cukor mellé le van rakva ingyen a kakaó, fahéj, szerecsendió, vaníliás cukor, és akkor már nem kell más ízesítésbe, ezekkel megtolom, ha kell. És nagyon szeretem azt az érzést, hogy reggel elindulok, és enyém a város. És el tudok menni délután 2-kor a Janihoz, aki a borbélyom, és el tudok menni edzeni, és bármit csinálni, ebből a szabadságból adódik, plusz tudom azt, hogy ha én bemegyek egy helyre, akkor már tetején mindenhol törzsvendég vagyok, mindenhol van kártyám, mindenhol a pultos lányok, fiúk előre köszönnek, ismernek, tudják, hogy mit kérek, van egy-két helyen illegális kedvezményem is, nem mondom meg, hogy kinek szoktuk leszámlázni, és elfér nekik, mert sok közpénzt kapnak egyébként, ennyit még hozzáteszek. Valahol én Robin Hoodként az adómat kapom vissza a 10%-os cappuccino kedvezményben, és én szeretem ezt, hogy ott dolgozok, ott tárgyalok, ott élek, nem mondtam még meg. Hosszan kérdezni, mert fogok itt tölteni te magadnak. Oké. A perbeszédről jutott eszembe, hogy ugye a perbeszéddel nagyon sokan találkozunk, mert hogy az írott kultúrának az egyik legismertebb szövege, mindenki megtanulja, aki latinul tanult, Cicerónak a Catilina elleni beszéde, az ugye egy perbeszéd volt, csak nem úgy ismerik, akik tanulják. A kérdésem az pedig még a kávéházakhoz fog kapcsolódni, hogy szövegírás közben szoktál a fejhallgatót feltenni, amikor nem valamit elolvasni, hanem konkrétan megírni mondjuk egy cikket, vagy egy elemzést, hogy ki tudod-e zárni a szomszéd asztalnál a nénit, aki a kutyájáról beszélget éppen, vagy kell valami, ami ezt így lezárja a külvilágot. Ez a szövegtől függ egyébként, néha kifejezett inspirált, mert pont a legutóbbi 168 órában ott arról írok, hogy a kávézóban a szomszéd asztalnál két arab fiú ül, Magyarországon tanulnak orvosnak, és hogy abból indul az egész sztori, hogy amit leírok, hogy ott mi a helyzet, és nagyon vicces, mert a Duma színházba föllépek az aktuálban tényleg A-kategóriás stand-uposokkal, az egyik ilyen Kovács András Péter, aki pont most rakta ki a legújabb estjét a YouTube-ra, és milyen sztori van benne? Ül a kávézóban, és az omszéd asztalnál két arab fiú éppen orvos. Ugye, mert minden a Korvin sétánynál, a Duma színházzal szemben van ez a kávézó, és teljesen vicces módon pont egyszerre ihletődtünk meg azáltal, hogy ott van ez a két arab fiú, és ebben a felem nagy migránsozás közepette ezzel foglalkoznak. Szóval attól is, hogy ugye én úgy szocializálódtam, mint szövegíró, hogy egy úgynevezett war roomba, tehát háborús szobába voltunk lerakva, rajtam kívül volt még három sajtóreferes, meg egy sajtófőnök, akik telefonáltak, beszéltek, ügyet intéztek, kijöttek, bejöttek, tehát hogy én megtanultam úgy dolgozni, hogy bármi történik mellettem, én tudok szöveget írni. Fülhallgatót inkább azért szoktam föltenni, hogy a kellő, hogy mondjam, hangulatom, hogy ihletem meg legyen hozzá. Ebben is ki vagyok már nagyon gyúrva, tehát 20 pár mappám van a dolgozó számítógépem, hogy megyek valahol, akkor
mihez milyen zene illik. Ha gyógycsányról kerülni, akkor metál. Nem, egyébként, ha megfigyeled, nagyon régóta nem írok róla, méghozzá azért nem, mert nekem soha nem vele volt bajom, szerintem ez fontos, hanem azzal a gondolattal, hogy minden mindegy, fogjunk össze. És szerintem Gyurcsány Ferenc az most már jó ideje azt képvisel egyébként a DK-val, amit én akkor is mondtam, jelesül, hogy aki meg tud csinálni egy küszöb fölötti önálló pártot, és ők megtudtak, az induljon el külön, és úgy gyarapodjon, úgy csinálja meg. Ma már a DK-sok tökre azt gondolják, amit én, ők lennének legjobban felháborodva, hogyha valaki Dobrev Klárától elvitatná az európai parlamenti indulás jogát. Tehát, hogy nekem ez a cucc nem személyes. Én nekem megvan az a luxusom, hogy hosszú ideje, 2010 májusában voltam először tévéműsorban, mondhatom ugyanazt. Azt, hogy közben hogyan változik a politika, ki az, aki ellenségből barát, barátból ellenség lesz emiatt, az egy másik dolog, de én nem változtat, tehát hogy nyilván az embernek differenciálódik a véleménye. De abban nekem nem változott meg a véleményem, hogy a minden mindegy fogjunk össze elképzelés az nem az, amit én megfelelőnek tartok. Hogy eközben a pártstratégiák hogyan változnak, az egy másik dolog. Most, hogyha akkor másik nevet említünk, egyet értek-e, vagy sem Karácsony Gergellyel? Hát attól függ, hogy éppen ő hol tart ebben, hiszen ő ugye 2009-ben az LMP kampányfőnökének, vagy 2010 januárjában az LMP kampányfőnökének állva, ugye ő azt mondta, hogy akkor a megelőző pártokat is, akihez közel volt annak is, hogy annak mind mennie kell, lehet más a politika. Ami innen opponálja azt, amit ők gondolok. Ma jutott odáig, hogy mindenki fogjon össze, mindent tegyünk félre, minden, az meg innen opponálja, amit én maradtam középen, ugyanaz a liberális. Csak hogy az emberek meg ugye hát, ahol a Karácsony Gergely parkolóhelyet talál, ugye éppen ott. Egyébként akkor, amikor ez történt, akkor a Gergely még egyetemi oktató volt, és azt nem tudom, hogy tudják, hogy konkrétan ugyanannál az asztalnál dolgozott, mint Török Gábor. Az egyik oldalon a Gábor, a másik oldalon meg a Karácsony Gergely, a Corvinus Egyetemen. Említetted a Duma Színházat, sőt, tehát a heti hetesnek az utolsó időszakában heti hetes szereplő is voltál. Az itt nem egyértelmű számomra, hogy a, mondjuk a heti hetes szerkesztői számára, vagy a Duma Színházas közösség számára, hogyan derült ki, hogy neked van humorod? Mert ugye az egyenes beszéd, abból nem látszik ez annyira, mert ott nem arról van szó. Szóval, hogy ez hogy alakult? Két teljesen különböző ágon jött a kettő. A Duma Színháznál az volt, hogy én 2010-ben, ugye említettem, hogy 2010 májusában voltam először tévében. Mint elemző, hát hogy mennyire vettem komolyan, azt jól jelzi egyébként, hogy ilyen piros kapucnis felvalós pulóverben és ilyen színes mintás pólóban mentem. Már megmutattam, hogy hát úgyse számít, de megtetszett ez valamiért a szerkesztőknek, de hogy én attól még ott elemzőként voltam. Viszont ugyanabban az időszakban jelentkeztem a Duma Színháznál, akkor még a Madás téren volt a Godó nevezetű hely, Fiatal Félülültek Fesztiválja nevű ilyen tehetségkutató. Ezt minden hónapban csinálja a Duma Színház, nagyon egyszerű a metódusa, ma úgy működik, hogy bárki jelentkezhet, nyilván van egy minimális előszűrés, de alapvetően a közönség dönt, az a közönség sorai közé kiosztanak azt hiszem 5 piros lapot, és beszélj, és ugye 3 fölemelkedik, akkor hagyd abba. Én egy ilyen tehetségkutatóra mentem el, amit ott csináltam, az tetszett a bírálóknak, és akkor meghívtak még egyszer, aztán Tóth Eduval, aki szintén akkor kezdte a pályát, elkezdtünk közös esteket csinálni, annak is volt egy közönsége, húzása, én azt is szerettem, csak aztán döntést kellett hozni arról, hogy a frissen elindult tévés elemzői pálya, illetve a ezzel párhuzamosan meglévő Republikon vezető tanácsadói poszt, azt hogyan egyeztethető össze azzal, hogy az ember megpróbál fölépíteni egy ilyen klasszikus humorista profilt, és én nem láttam, hogy indítatásom, képességem, munkám lenne arra, hogy én rátegyek mindent arra, hogy stand-upos legyek. Tehát, hogy az nekem evidensebb megoldásnak vagy pályának tűnt, hogy folytassam azt, amit eddig csináltam. Úgyhogy az abba is maradt. És 2015 után vettem el újra, amikor
szabadúszó lett, Tempus mögöttem volt a heti értes, ami egy teljesen másik sztori volt, paradox módon egyébként pont az egyik egyenes beszédnek köszönhető szerintem a heti értes, mert én volt egy időszak, amikor nagyon ficánkoltam én abban a műsorban, és akkor volt valami ilyen, hogy a is mondtam, még hogy Matolcsi György, az a gazdaságpolitika Zámbó Krisztiánja, valami ilyen, ugye, hogy mind a ketten hamisan adják elő a számokat. Hogy valami ilyen fejtegetésbe kezdtem a szegény Kálmán Olgával szemben, és akkor annak lett a vége azt, hogy akkor az RTL-ben pont már, ha jól emlékszem, akkor már kínos volt az X-faktorban Zámbó Krisztián, és ki akarták rakni, és akkor az egyik bulvárlap az megkeresett, hogy akkor ezt mondjam el nekik is, és akkor megjelent a bulvárlapban is, ez az én mondásom, és valószínűleg ez érte el az inger küszöbét a heti értes szerkesztőinek, több más nyilatkozatommal együtt, hogy akkor próbáljuk ezt meg. És akkor 2012. decemberében elhívtak egy ilyen műsorra, nagyon meg voltam ijedve, de megoldottam, akkor elhívtak még egyre, mindenkinek két lehetősége van, azt is megoldottam, és akkor szép lassan épült addig, hogy lett ott egy állandó helyem. Nekem nagyon fontos iskola volt az a műsor, nagyon sokat segített abban, hogy megtanuljam azt, hogy milyen az, amikor az embernek kihangosítják a hangját, és vele szembe ülnek, és még azt is tudja, hogy egy kamera van, ami fölveszi, tehát hogy próbálja a felelősséget vállalni az elhangzottakért, és sajnálom, hogy nincs egyébként maga a műsor. Annak viszont nagyon örülök, hogy amit ott meg akartam csinálni, azt a négyzetre tudtam emelni, vagy ki tudtam teljesíteni abban, ami a Duma Színházban történik. Amikor szabadúszó lettem, Tóth Edu, aki rendes, klasszikus, stand-upos humorista lett közös indulásunk után, vele egyébként is találkozgattam, és mindig elittunk pár sört, de mondta, hogy hát most, hogy már szabad vagy, most már nem a Republikonra hullik vissza, hogyha viccelődsz, hogy meg volt a heti értes, és akkor miért nem próbáljuk meg, hogy csináljunk csak egy estet. Tudom, jó, hát végülis miért is ne, és akkor bejelentettük, hogy lesz egy est, aznap elfogyott rá az összes jegy, és akkor mondta, hát akkor még egyet jelentsünk be, mert hát, és akkor az is hamar megtelt, és akkor lenyomtunk egy évadot úgy, hogy a közös estel. Aztán a következő évadban a Litkai Gergő megkeresett, hogy nekik van a Duma Aktuál nevezetű projektjük, hogy akkor ott én ilyen beugrós lehetnék, ami tök megtisztelő, mert mondom, A kategóriás, tehát tényleg tök nagy nevű humoristákról beszélünk, és az is ott is lett egy helyen, most már rendszeresen lépünk fel így ebben a leosztásban, és idén januártól kezdtem el a saját önálló estemet csinálni, ami megint egy ilyen szempontból egy szintlépés, és most ért össze az, amit mindig is akartam. Tehát, hogyha ha így majd el kell számolnom augusztusban 40 évesen azzal, hogy hol meg miként tartok, akkor az a rész, az biztosan tök rendben lesz, amit azzal kapcsolatban kell magadnak mondanom, hogy hát akkor, ugye, közhelyes leszek, bocsánat, de hogy karinti találkozás egy fiatalemberrel, hogy speciál az önálló estemre a Duma Színházba a 20 éves önmagam is rohadt büszke lenne, mert tényleg az. Az tényleg az, amit mindig is akartam. Az pont arról szól, hogy bejövök egy terembe, ülnek velem szembe ott 80-an, istenembe, és a következő másfél-két órára rám van bízva ez a tömeg, hogy elmondjak nekik valamit, amit fontosnak, szépnek, izgalmasnak és forma alapján viccesnek tartok, vigyem őket magammal, adjak át információkat, amiket nem biztos, hogy tudnak, és ha nem csomagolnám be, akkor nem is foglalkoznának vele. Így viszont úgy megy ki onnan 80 ember, aki aztán elmondja otthon multiplikátor hatást, tehát lesz belőle 160, meg 320, meg akármennyi, hogy van egy plusz tudása arról a világról, ami engem tökre érdekel, a politika. És minden egyes ilyen est után én is épülök. Én mindig a jó sikerült estek után, és szerencsére az önállók mindig jó sikerültek, mindig újonva megyek haza, hogy te jó ezt csinálni, te szeretem. Ezt még akkor is... Hovarra? Éppől? Az önálló estetnek az a cím, hogy kampánypornó, és... Igen, és azt a vállalást tettem, és ezt végig is vittem, mert már csak egy lesz a választás után, hogy januártól elkezdtem összeszedni, hogy az európai parlamenti választási kampány az miről szól. De
Tehát, hogy mit csinálnak az egyes szereplők. És akkor ebben van olyan, ami evidens, amit mindenki lát, az inkább azért érdekes, hogy találok-e rajta olyan fogást, találok-e olyan aspektust, ami nem feltétlenül jut az emberek eszébe. Például hogy az MSZP párbeszédnek van ez a kitűzője, nézzék meg, ez az EU-HU, ugye? Ez a keresztrejtvény kreténeknek, és vagy egy gondosuk, akkor meg HUE. Ugye ott állnak három HUE. Ugye? És hogy de ez mindenki látja, csak nem feltétlenül jut eszébe, mint mondjuk az LNP elnökének a neve. De tényleg, tehát őt úgy szokták elmondani, hogy az LNP elnöket tudod. És tehát van ez a verzió is, amikor ismert köztudott dolgokat teszek új megvilágításba, akkor van, amikor tényleg mesélek valamit, amit nem biztos, hogy tudom. Van az Estemen egy olyan blokk is, ahol átadásokat szedtem össze, hogy ez fideszesek szoktak átadni dolgokat, és akkor biztos látták ezt, tehát amikor átadják a dűlőutat, ami 3 km 80 millió forintért, vagy átadják a 40 éves ifát, vagy Gyulán, nem hiszik el, Gyulán átadták, kiment az országgyűlési képviselő, az óvodavezető, meg még valami hivatalos ember, meg még egy tisztelt gyermek is ott van, és ünnepélyesen átadták a gyulai óvodának a műanyag ajtaját, a praktikáját. És ez adott esetben egy mínuszos hír, vagy egy vicces kép, de hogyha én berakom egy vetítésbe, én nagyon sokat vetítek az előadáson, akkor részévé válik valaminek. Azon keresztül tudom elmagyarázni, hogy az uniós pénzekből hogyan lesz helyi elpocsékolt kampányelem. Na és a kampánypornó az erről szól, mindig szépen aktuálisan összeszedtem, hogy mi az, ami az embereket foglalkoztatja, amikor a vagyonnyilatkozatok jöttek ki, akkor azon a héten azzal foglalkoztam, hogy együtt örültünk, hogy Orbán Viktor végre összespórolta élete első 1 millió forintját, fantasztikus, mert tudtuk volna, hogy ezt kell hozzá 10 éve összedobjuk neki. És most pedig az utolsó előadás, az mindenki szeretettel várok, még van rá 18 jegy kb. Az pedig a választás másnapján lesz. Tehát, hogy az EP választást, az tök komolyba, a Krekó professzorral vasárnap leközvetítjük az ATV-n, aztán hétfőn, meg a Duma Színházban megcsinálom ugyanezt viccesen. Ami szerintem jól fog működni, és akkor az önálló estemnek nyárig az az utolsó felvonása, aztán ősztől pedig az önkormányzati választást fogom földolgozni, amihez nagy segítség nekem, amit jelenleg Karácsony Gergely és Puzsér Róbert művelnek. Tehát, hogy egy csomó dolgot az csak el kell mondanom, hogy és most ezt nyilatkozta, és az már önmagában vicces, úgyhogy ezzel fog ez az év telni. És már megvan az is, hogyha ezek jól működnek, akkor jövőre miről tudna szólni egy este. Köszönöm szépen, az első etapra rendelkezésre álló idő, ez letelt, ezt abból is látjuk, hogy elkezdték a kapcsolát állalni. Nagyon szépen köszönjük Cegvédi Zoltánnak, hogy beszélgettünk önöknek a kritikusok tűnőnek. Önöknek köszönjük a kitüntető figyelmet, és jön a közös vacsora, és kérem ne feledjék, hogy a beszélgetés második etapjában az önök kérdéseit fogom feltenni.